Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. január 14-én este 7:30-kor. Magyar katonák ezrei haltak meg 76 évvel ezelőtt. A Doni katasztrófa hőseire emlékeztek Kalocsán. Még lehet jelentkezni. Keresztféléves képzések a Dózsában. Tűnő időm nyomában. Takács Márton alkotásai a Városi Galériában. A II. Magyar Hadsereg Doni katasztrófájának 76. évfordulóján megemlékezést tartottak városunkban, tisztelegve ezzel a hősi halált halt hősök emléke előtt. A vasárnap délelőtti eseményen dr. Filvig Géza önkormányzati képviselő osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel az 1943-ban történt tragédiáról. A Kecskeméti Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis díszőrségének és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekarának közreműködésével emlékeztek meg Kalocsán az 1943-as Doni katasztrófáról. A 76 évvel ezelőtt történt tragikus események hangulatát Tísz János emlékez című költeménye elevenítette fel. Gondolsz-e néha a régi viharra, mely sok derék férfiút sodort el a harcba? S vajon néha gondolsz-e rájuk, kik fegyver fogtak, hogy megvédjék hazájuk? Mondd csak, gondolsz-e a hős katonákra, kik felesküdtek a szent hazára? Ők a végsőkig tartották ígéretüket, s adták legdrágábbat, az életüket. A múlt idézést dr. Filvig Géza folytatta, aki ünnepi beszédében kiemelte a Donkanyart megjárt katonák gondolatait és beszámolóit. Pusztulás, rom, halál mindenhol. Jézus Mária hangzott sorozatban a félő, rettegő katonák között. Éhező katonáknak kiosztották az ellátmányt, de ha eszünk és jól lakunk, átmenetileg jobb a közérzet, de utána a haslövés halálos. Így az éhezést választottuk. Az ellátmányban rum is volt. Néhány katonatársammal úgy gondoltunk, nem isszuk meg a rumot, mi józanul akarunk meghalni. A szörnyű tragédiában végül több tízezer katona lelte halálát, sokuk sorsát napjainkig homály fedi. Emberfeletti küzdelmük tiszteletére a megjelentek, köztük azok is, akiknek családtagjai ott voltak a Donnál, elhelyezték az emlékezés virágait és mécseseit Benedek György szobrászművész alkotásánál. Balatonfüreden tartotta ülését a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás, azaz a TEIT. A találkozó legfontosabb témája a TEIT atomerőművel kötött szerződésének megújítása volt, amellyel kapcsolatban tovább folytatják a megbeszéléseket, egyeztetéseket. A Balatonfüredi Rekreációs Központ és üdülőben látta vendégül a Paksi Atomerőmű, a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulást. A találkozó alkalmával Pekári Géza, az MBN Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója foglalta össze az atomerőmű elmúlt évének eredményeit, mutatóit. A megjelent polgármesterek számára kiemelte, hogy az áramfogyasztás folyamatos emelkedést mutat, és ez a tendencia várható a jövőt illetően is. Emiatt növekszik az importáram használata, és emelkedik az ország energiafüggősége. A vezérigazgató tervei a jövőben is a biztonságos áramtermelés minél hatékonyabb módon. Kovács Anta, kommunikációs igazgató elmondta, küzdelmes év áll mögöttük, de a kollektíva minden helyzetben megállt a helyét. A Paksi Atomerőmű számára fontos a térség településeinek összetartása, ezért is támogatják a régiót és tartják fontosnak az összefogást. Ami meg a TEIT-et illeti, látszik, hogy jól alakulnak a kapcsolatok. Több olyan programot tudtunk közösen megcsinálni, ami a társadalom, a környező társadalom és atomerő egymásra találását segítette, hogy azt gondolom, hogy ezen az úton kell tovább lépni. Bálint József, a TEIT elnöke elmondta. Vállalt feladataikat az elmúlt évben is ellátták, továbbá a lakosságot folyamatosan tájékoztatták a TEIT újságon, weblapjukon, fórumokon és a Kalocsai Tájékoztató Központon keresztül. Nagy sikernek örvendett az atomerőművel közösen megrendezett TEIT nap. A társulás és az atomerőmű közötti szerződés 2018 év végén lejárt. Az új szerződés megkötéséhez megkezdték a megbeszéléseket. Előtárgyalások már folytak, és majd elkövetkezendő időszakokban én bízom benne, hogy ez a szerződés létrejön, ha nem is 10 éves viszonylatban, de egy középtávú tervet tudunk megint
együttműködési tervet létrehozni, és természetesen ezzel a tejt működését is biztosítani. Hamarosan keresztféléves képzéseket indít a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma. Január 25-éig várják a jelentkezéseket a tanfolyamokra. 2019-ben keresztféléves indulással több szakmára is várja a jelentkezőket a Dózsa. A tanulni vágyóknak még e hónapban van lehetőségük beadni a jelentkezéseket. Január 25-éig várjuk a jelentkezőket, azok, akik egyébként úgy döntenek, hogy szeretnének mondjuk egy újabb szakképzést tanulni, részt venni egy újabb tanfolyamban. Ezek ugye egy-két éves tanfolyamok előképzettségtől függően. Nyilvánvalóan felnőtteknek és esti tanrend szerint kínáljuk ezeket a képzéseket. Akinek általános iskolai végzettsége van, és úgy érzi, hogy szeretne valami újat tanulni, őket várjuk festő, mázoló, tapétázó, női szabó, illetve pék szakképzésekkel. Az érettségi vizsgával rendelkezőknek pénzügyi számviteli ügyintéző végzettség megszerzésére van lehetőségük, illetve szakgimnáziumi szakképesítésben ráépülő vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettséget lehet szerezni az intézmény falai között. Ugye a keresztfél év az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az általános és a középiskolák második fél évében indul el maga a képzés, és akkor az lesz az első fél év, tehát valamikor június 15-én zárul majd az első fél éve ezeknek a tanulóknak, és amikor szeptemberben a rendes tanév kezdődik, akkor kezdődik meg a második fél év, és hogy nyilván, hogyha ez kettő tanéves, akkor ez így folytatódik. Vannak egyébként most is keresztféléves képzéseink, tehát ez nem új számunkra, várjuk nagy szeretettel a jelentkezőket. 2015 óta Magyarországon mindenkinek biztosított az ingyenes kettő szakképzés megszerzésének a lehetősége. Bárki, aki affinitást érez rá, vagy szeretne egy új szakmát szerezni, most itt van a lehetősége a jelentkezésre. Ez nagyon fontos elmondani, hogy ugyanúgy szakmai vizsgával, nagyon komoly szakmai vizsgával zárulnak ezek a képzések, mint ahogy ez a nappal is tanulóink esetében előfordul, és aki végigmegy, végigcsinálja, az ugyanúgy ezt a bizonyos kék fedeles OK és bizonyítványt kapja majd készhez. Szakmától eltérő, hogy az elméleti vagy a gyakorlati oktatás teszi ki a nagyobb részét a tanításnak. Jelentkezni személyesen lehet a Dózsa Asztrik téri épületében hétköznaponként nyitvatartási időben. Várják a jelentkezőket a február elején induló Kalocsai Életmódklubba. A program ingyenes lesz, és az élethosszig tartó tanulási pályázat keretében valósul majd meg. Néhány napja számoltunk be a hamarosan induló angol nyelvi társalgóról, azonban nem ez lesz az egyetlen februári kezdetű program a Kulturális Központ pályázatában, ugyanis a tervek szerint néhány hét múlva startol az Életmódklub is. Szintén heti rendszerességű összejövetel, ami tulajdonképpen az egészséges életmódra teszi a hangsúlyt, egészségmegelőzés, egészséges életünknek a megtartása, a stressz helyzetek kiküszöbölése, illetve ha már stressz helyzetbe kerültünk, hogyan kerüljünk ki ebből a kelepcéből, illetve az asztrológia 2019-es év folyamán hogyan alakul. A nyelvi társalgóra és az Életmód Klubra január végéig várják az érdeklődőket, de mint korábban, most is érdemes időben jelentkezni, hiszen a különböző foglalkozáson résztvevők száma maximalizálva van. Mindkét tanulási programunkra telefonon vagy személyesen lehet jelentkezni a művelődési központban, a telefonszám 78-as körzetszám 607-77. A téli szünet után jelentkezik újra a világ nagy vallásai ismeretterjesztő előadássorozatunk. A vallástörténeti sorozat január 8-án indult volna, de az időjárás miatt lemondták a programot, így holnap, azaz január 15-én, kedden 17 órától lehet meghallgatni Ritter Nándorné zsidóság életéről szóló előadását. Az ősz folyamán is nagyon jó programot kínált minden kedden, minden héten új és érdekes témába vágunk bele. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. A vallástörténeti előadásokat a Művelődési Központ, azaz a volt Tiszti Klub emeleti nagytermében tartják majd. Tűnő időm nyomában címmel nyílt új időszaki kiállítás a Városi Galériában. Takács Márton tárlatának megnyitóját múlt héten pénteken tartották. A művek február 9-éig lesznek megtekinthetőek városunkban. Múlt héten, pénteken Takács Márton Tűnő időm nyomában című kiállításának kalocsai debütálására várták az érdeklődőket a Városi Galériába. A tárlat nyitó beszédét Busa Kristóf, Miskolci György,
Pap Róbert és ifjabb Pap Róbert dala előzte meg. A kiállítást Kosinski Richárd, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány művészettörténésze nyitotta meg. Én a Dónahatáson, a Kogát kávészőjában egyszer megláttam egy hóriborgaság, a Kovács Csövényi Olakot, aki első kicsit Gulácsi Erdély korabóciás eltött a teszembe. Na, ő volt Marci. És így hasonló ketté, vagy vált szét a Móra alkotói kritoszak. Az addig hasonlós művész, aki melankolikus világokat hozott létre, találkozott a valóság. Egy életikedő ember alkoholikus, de mindenképpen szórakoztató figurát. A feleségem így szóra bevetett a csók jelenetlenet. Azt hiszem ez a fajta elbeszélésem, hogy hogyan is ismertem meg ezt a teljességével Takács Mártot és művészetét. A művész alapvetően eredendően grafikus, korábban rézkarcolása is sokáig foglalkozott, festő alkotói munkáját pedig már 12 éve végzi. A Kalocsai Galériában a kiállításai január 11-től február 9-ig vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 12 óra között, illetve délután 2 és 5 óra között látogatható. Kimondottan csak a festészeti munkásságomból tettem össze egy anyagot, amit én úgy hívok, hogy a tűnő időm nyomában sorozat, tehát amióta festek, azóta tulajdonképpen ugyanazt az egy dolgot csinálom, egyfajta magánnaplót festek, ami nem azt jelenti, hogy valóságos események, inkább csak amerre járok, kelek, nekem tetsző helyszínek, témák, amik valami módon, indirekt módon talán kötődnek életeseményekhez is, de még csak nem is feltétlenül. Úgyhogy ebből az anyagból, és jellemzően inkább az utóbbi pár évnek az anyagából válogattam, nem a kezdeti festményekből. A tárla megnyitóját hosszabb összeállításban megtekinthetik holnapi Múzsa című magazin műsorunkban. Németországban is bemutathatják tudásukat a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai. Berlinbe utazhatnak, ahol január 18-án kezdődik a nemzetközi vásár, azaz a messze. Másodszor kapott meghívást az Egyesület a német fővárosba, ahol egyfajta időutazáson vehetnek részt a kilátogatók, hiszen szinte újjáépítik a hagyományőrzők házát. A házban lévő bútorok egy része is átkerül Berlinbe, mint ahogy az már 17-ben is előfordult, tehát akkor is megtörtént, hogy bútorokat is kellett vinnünk, és egy kis szobát ott berendeztünk, és abban mutattuk be a kalocsai népművészetet, a kézművességet. 2017-ben már bemutathatták a színes, szemedgyönyörködtető viselet mellett többek között a pingálást, a gépi varrást, azaz a risalinezést is. És ez így lesz most az idén januárban is, 18-ától 27-ig tart ez a nemzetközi vásár, és mi 17-én repülünk, és 28-án jövünk vissza, úgyhogy reméljük megint sikerül népszerűsíteni a kalocsai népművészetet. Magyarországról közel 20 egyesület, cég, üzem vesz részt a berlini vásáron, így a sajtok, marcipánok, gyógynövényes teák, vadszalámik mellett ott találjuk majd a kalocsai asszonyokat is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!